Anna vagyok, és hát nagyon súlyos problémáim voltak. Hétfőn eljöttem Marikához, mert hiába szedtem gyógyszereket, nem használt, emésztési ebe problémáim, hasnyálmirigy. Már azt hittem, hogy meghalok, alig bírtam bevánszorogni. Marika megkezelt, már aznap jobban lettem, előtte hetekig szenvedtem, és akkor Marika mondta, hogy van rajtam egy szellem is, elengedtük a szellemet, hát sokkal jobban lettem, de még egy érdekes dolog volt. A cicám, aki már hetek óta egész éjjel ordított, nyávogott, már ki akartam dobni, hogy nem bírom tovább idegekkel, hogy elengedtük a szellemet, azóta alszik nyugodtan éjszaka is. És ön is jobban van? Igen, én is sokkal jobban vagyok. Hát a lányoméknál is az történik, hogy hát először láttam az ablaknál egy ilyen sötét árnyat elsuhanni. Elmondom, képzelődök, nem történt semmi. Utána egy-két nap múlva a lányom mondja a férjének, hogy te menj ki, mert a kertbe járkál valaki. Kimegy, nem látott semmit. Mikor a lányom kétszer-háromszor mondta a vejemnek, már én is mondtam, hogy én is láttam, csak nem akartam mondani, hogy nehogy azt mondjátok, hogy képzelődöm. És hát nagyon csúnya dolgok történtek, mert a gyerek, az egy éves, két hónapos kisunokám éjszaka és egy nappal is kétségbe esve föléjett, amit azelőtt sose szokott, és hát azóta is nem alszik, át kellett vinni a szülei szobájába a kiságyat, hogy aludni tudjon, és hiába csinálnak akármit, füstölő, meg szentelt víz, hát sajnos még ez a szellem nem ment el, és most jegyeztetjük elő a szellem... A lakásból elengedését, igen. Meg fog nyugodni majd a légkör, nyugodtabbak lesznek a gyerekek is. Igen, és mondta Marika, hogy hát az egyik nagyon gonosz szellem ezek közül, hát az is, mert nagyon, nagyon megijed a kisgyerek, annyira megijed, ez azelőtt nem éreztünk ilyet, meg nem volt, szépen nyugodtan aludt.